Sziasztok, könyv vagyok, ez itt a Borító Alatt csatorna, én pedig Rita vagyok. Ismét hoztam nektek egy karácsonyi történetet, készüljünk együtt ugye a karácsonyra. Ez most nem más, mint C.S. louis tól az oroszlán, a boszorkány és a ruhás szekrény. Remélem ti is meglepődtök azon, hogy ezt a könyvet választottam, mert amikor én elkezdtem gondolkodni ezeken, akkor egy ideig nem is volt a fejemben. És egyszer csak így, bakszus, tényleg, hát a Narnia! Hiszen ha belegondolunk, mind a filmben, mind a könyvben végig átjön ez az egész téli, ez az egész karácsonyi hangulat, hogy hiába van tél, nincs karácsony. És megjönnek a tesók, és ott van a karácsony, és ott van, megjön a télapó, jön a mikulás, ad ajándékot. Szóval abszolút átjött, legalábbis nekem teljesen átjött az az érzés, hogy miért is várják a gyerekek a karácsonyt, hogy, hogy jönnek a meglepetések, hogy jön a csengő, hogy, hogy ott van a, a hó, amit szeretünk, és nem az, ami csak hideget ad. Szóval nekem minden ilyen pillanat megvolt a Narniának ebben a részében. Ez egy igazi karácsonyi sztori. Most már lerakom, meg ki fogom menteni a bögrét. Jaj. Szóval fantasztikus volt szerintem ez a történet. Alapvetően én az egész Narnia világát nagyon imádom, de kifejezetten az oroszlán a és a ruhás ennél hosszabb címet nem lehetett volna találni. Minden esetre megadja azt, amiért nagyon várjuk és nagyon szeretjük a karácsony hangulatát, a télapó érkezését, fantasztikus történet, igazi szívmelengetés, igazi fordulatos izgalmas, kalandos, és tényleg legalább egy szereplővel biztos, hogy tudunk azonosulni a négy közül, vagy akár a boszorkányjal is, vagy akár Aszlánnal is. Szóval tényleg csodálatos a, a sztori, és az egész vezetése fantasztikus. Ahogy az elsőtől, illetve a nulladiktól végigmegyünk a hetedik részig, szerintem csoda, csoda ez, amit ide alkotott nekünk C.S. Lewis. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy csodálatos karácsonyi történet, ha kiragadjátok az összes közül, akkor is érthető a sztori: van vége, van lezárása, ha nem akarod, akkor nem folytatod, de önmagában is szerintem ez egy olyan könyv, amit így tényleg leülsz és elolvasod, és azt érzed, hogy ah, igen, ez az, imádom a a világát. Fantasztikus! Én azt gondolom. Írjátok meg ti is, hogy melyik karácsonyi könyvet szeretitek, vagy mennyire szeretitek a Narniát például. Ide kitettem egy videót is, amit meg tudtok nézni a témával kapcsolatban. Illetve, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Én olvasok tovább, tegyetek így ti is, hangulódjunk együtt az ünnepekre. Sziasztok!